Az ülésen elsőként a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője ismertette a polgármestereket érintő törvényi változásokat, és felhívta a figyelmet a viharjelző rendszer működésére. Ezt követően az Észak-Dunántúli Közlekedés Szervezési Intézet megbízottjai adtak tájékoztatást a közösségi közlekedés várható változásairól. A nyári szezonban közvetlenül egy-egy vonatpárral lehet majd a fővárosból Balatonalmádiba, illetve Füredre eljutni. Onnan 2 óránként indulnak Desiro típusú vonatok az északi part többi megállójához. Ezzel a rendszerrel 1/2 órával rövidülhet a menetidő. A megyében működő volántársaságok jelentős változásokat nem terveznek a menetrendjükben. Azonban ismét felmerült a majdani járásszékhely és a keleti települések közötti közlekedés kérdése. A térségünknek egy sajátossága, hogy kistérségi központként Almádi, viszont munkahely, iskola és egyéb vonzás központként Veszprém jelenik meg. Tehát ezt úgy gondolom, hogy ahogy idáig is folyamatosan próbáljuk egyeztetni az érintettekkel, és a legkedvezőbb megoldást bevezetni. A legkedvezőbb természetesen nem lehet az, hogy mindenkinek az a megoldás jó, tehát itt kompromisszumokat kell kötni. A polgármesterek tárgyalták és elfogadták a térségben mozgókönyvtári ellátást biztosító megyei intézmény és a Pannonia könyvtárának beszámolóját. Szóba került az is, hogy még nem látni biztosan, hogy a több célú társulások átalakítását követően hogyan működhet a jelenlegi, minden érintett megelégedésére szolgáló rendszer. Nagyon reméljük, hogy a kialakult jó rendszerek valamilyen módon megmaradnak, lehet, hogy más finanszírozási formában, de talán nem fogjuk magukra hagyni a kristelepülési könyvtárakat. Én azt mondom, hogy még annak ellenére sem, hogyha esetlegesen nem lesz hozzá normatív támogatás. A tanács döntött arról is, hogy hozzájárul a társulási szerződésben rögzített közoktatási intézmények átszervezéséhez, azaz a litéri és az alsó őrsi iskolák református fenntartásához, illetve a Csajági óvoda átszervezéséhez.